Odett. Beg Zoli mondta nekem, hogy olyan hihetetlen, hogy neked még mindig úgy csillog a szemed, hogy így arról van szó, hogy ha neked színpadra kell lépni, vagy énekelni kell, és hogy remélem, hogy igaza lesz, és 5 és 10 év múlva, és 15 év múlva is ugyanúgy fog csillogni a szemem, hogyha színpadra kell lépni. Odett csak magyar divattervezők ruháiban lép színpadra. Kedves félmeztelen férfiaknak a felső testén a nevemet tudtam olvasni, és akkor ott egy kicsit így, hogy is mondjam, elérzékenyültem a szó legnevesebb értelmében, úgyhogy rengeteg jó koncert van szerintem a hátam mögött, amit remélem, hogy a közönség is szeretett, és én meg imádtam. A nagy színpad azt jelenti, hogy szeretik és elismerik, és szükségük van az embereknek arra, hogy legyek, és kíváncsiak rám, és fontos az, amit csinálok. Vedd már végre észre, ég a rúzs. Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy a világnak szüksége van arra, hogy mostanság a nőt átöleljék, és egy picit szeretettel öntsék el. Ráadásul Odettben egyesül az 50-es évek Audrey Hepburnének finom bája, valamint a 70-es évek hippizmusának a kosza, és mindez a torkából, mint a méz csordul ki a mikrofonon keresztül. Nagyon szeretném, hogyha ezt úgy a nagy fesztivál közönség, mint a külföldiek is meghallgathatnák és megnézhetnék, úgyhogy hajrá Odett! Nem kell más, csak a szám, rá a szám.